Lilikém, drágám, hogy vagy? Köszönöm, köszönöm, nagyon jól vagyunk mindenek ellenére. Azt akartam kérdezni, hogy hogy van a baba? A baba egyre nagyobb, most már 7 hónapos, és mocorog, és rugdos, és úszkál a pocakomba. Ő ebből nem érzékel semmit, szerintem. Hú, ez nagyon jó. Mennyi munkát vesztettél el ennek a vírusnak a kapcsán? Hát igazából csak egy konkrét munkát vesztettem el. De nem vesztettem el, csak eltolódott a forgatási nap. Hát ez egyre távolabb kerül sajnos tőlünk, és te ráadásul New Yorkban vagy, illetve New York környékén vagy, ahol elég rettenetes a helyzet. Mondanál erről egy pár szót? Igen, mi most már másfél hete kiköltöztünk Brooklynból, ott éltünk. De a híreket halljuk, hogy milyen borzalmas, hogy mennyi sziréna, mentőszirénázik, hogy mennyien halnak meg a kórházakban. Félnek az emberek kimenni az utcára, meg hogy a boltba nem lehet bemenni, mert ki vannak fosztva a boltok, az üzletek. Ez tudom, ez nagyon szörnyű, hát én most már 4. hete be vagyok zárva ide. Mondd, hogy telnek a napjaid? Tehát mit csinálsz? Hát nagyon sok idő meg energia ment el a költözéssel, a pakolással, hurcolkodással. Most már kezdünk így jobban mozogni a házban, kipakoltunk végre, nagyokat eszünk, főzünk, mert más nem nagyon tudunk csinálni. De megpróbálom képezni magam, kurzusokat csinálok számítógépen, virtuális kurzusokat, színészórákra járok így online. Barátaimmal jövünk össze, és jeleneteket tanulmányozunk, olvasgatunk hetente egyszer vagy kétszer. Minden nap tornázom, reggel felkelek, és egyből tornázom. Megpróbálunk egy ilyen rendszert tartani, hogy ne legyen ilyen teljes lézengés, de most olyan van egy ilyen szabadságérzés is, hogy azt csinálunk, amit akarunk, ugyanakkor megpróbáljuk így a különböző projektjeinket, amik elindultak, azokat megpróbáljuk elevenen tartani, a kapcsolatainkat próbáljuk elevenen tartani, próbálunk naponta több emberrel videó skype-olni, vagy zoom-olni, vagy telefonon beszélgetni, próbáljuk tartani a barátaimmal egymásban a lelket, az erőt. Vagyunk páran most terhesen egyszerre, ez most így nem könnyű, de szerencsére itt ezen a környéken megtaláltam a megfelelő helyet, ahol szülni fogok. Úgyhogy minden így nagyjából rendben van, most csak várunk, hogy mikor lehet így kicsit jobban mozogni az új környéken, ismerkedni emberekkel. Anyut hogy van, azt mond, mert úgy volt, hogy ő kimegy hozzátok, ugye? És ott lesz, amikor szülni fogsz. Igen, igen, hát valószínűleg megpróbál kijönni mindenképpen. Most április végén forgott volna egy sorozat főszerep. Amerikai filmben? Igen, igen, igen. És az most így kitolódott. De valószínűleg az is elindul a nyáron, úgyhogy szerintem pár hónapot itt lesz. És hát remélem, hogy egybeesik a szüléssel. És akkor mondjuk úgy, nem tudom, május végén kijönne, és ha előtte nem kell kijönni forgatni, és akkor addig marad, ameddig szükségük van rá a produkciónak. De te nem mész sehová, ugye megígéred? Hát muszáj azért sétálni, meg friss levegőre kimenni, meg most nagyon jó idő is van, meg volt is, úgyhogy most így vágyom is a friss levegőre. Ma eldöntöttük, hogy végre kilépünk egy picit. Beülünk a kocsiba, és elindulunk valamerre. Nem biztos, hogy kiszállunk, de most már így nagyon cabin feverünk van, ez a bezártságérzés. Most már így túl sok, úgyhogy egy picit muszáj. De úgyhogy maszkkal nyilván, meg nem emberek körül, hanem megpróbálni így tisztes távolságot tartani mindenkitől, de hogy mégis legyen egy kis újabb inger, újabb élményünk a környéken. Drágám, minden jót kívánok neked. Nagyon-nagyon drukkolok, hogy minden a lehető legsimábban menjen a szüléssel.
és nagyon remélem, hogy hamarosan találkozunk. Valamikor azért majd visszajössz Los Angelesbe, nem? Igen, szóval tervben van, csak most minden a levegőben van, úgyhogy mindenki most vár, az egész filmes kör minden leállt. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor, de hiányzik, úgyhogy szeretnék visszamenni. Meg hát a Los Angeles-i barátaim is hiányoznak. Szeretnék évente többször visszamenni. Minden jót neked és a férjednek és a családnak, és gondolunk rád sok szeretettel, és hogyha most lehetőségünk lenne arra, hogy megígyunk egy pohár bort, akkor ezt most megtennénk. Igen, igen. Én nagyon szívesen egy pohár vörös bort meginnék veled. Most talán szabad is. Szabad is lenne, talán. Egy fél pohárral. Sok-sok puszi. Sok-sok puszi. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Szia, Anikó.